Tirolban található Albachtá, Ausztria egyik legszebb alpesi völgye. A Rofál-hegység masszív hegycsúcsaival és a Kitpüheli Alpok zöld füves hegyeivel körülvett régió 10 mesés kis alpesi települést foglal magába. Ezek közül az egyik Rattenberg. Az Inn folyó mellett fekvő, mintegy 500 lakosú kisváros, a mai napig szinte teljesen megőrizte középkori városképét. Az utcákon és sikátorokban sétálva számos bájos részletet lehet felfedezni a gondosan felújított középkori városi házakban. A középkori sétálóövezetben található több üvegfeldolgozó vállalat is, amelyek révén Rattenberg üvegvárosként szerzett hírnevet. Ezen vállalatok üzleteiben csodálatosan megmunkált dísztárgyakat, poharakat és egyéb üvegből készült tárgyakat vásárolhatnak. Nagelschmidt House. Ez a csodás építmény egyértelműen kitűnik a városházaitól. Eredete feltehetően a 12. században nyúlik vissza, és mostani megjelenését a késő gótikus időszakban kaphatta. A ház belseje megőrizte romantikus jellegét. A múzeumban látogatók körhűen berendezett szobákat találnak, amelyek egy letűnt kor életmódját hivatottak bemutatni. Számos kép és néhány ritka régiség is helyet kapott a múzeumban. A múzeum egész évben üzemel, kivéve április hónapot. A város szívében található Schlossberg vár romjai között sétálva csodálatos kilátás nyílik a városra, az Inn völgyére és a Tiroli hegyekre. A várba vezető út kissé meredek, de 5 perc alatt megtehető, gyalog. A vár ad otthont az évek óta megrendezésre kerülő középkori fesztiválnak, amit tavasszal szoktak megrendezni. A középkori játékok egyaránt szórakoztatóak lehetnek kicsiknek és nagyoknak. Lehetőség van történelmi harcok, táncok, kocsmai játékok megtekintésére, továbbá az ide látogatók láthatnak még zene és tűzbemutatókat, gólyalábasokat, mesemondókat, zsonglőröket és még sok mást. A középkori piac az érdeklődőknek csodás ételeket és italokat kínál. Thank you.
egykori kolostor épületében található a Rattenbergi Augustiner Múzeum. A múzeum 1993-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, és páratlan gyűjteménye 9 évszázad tiroli műkincseit mutatja be. A kiállított műtárgyakat május és október között tekinthetik meg az ide látogatók. A Rattenbergi plébánia templom, amelyet a 15. században építettek, remekül megőrizte gótikus megjelenését. A templom belsejében fellelhetőek gyönyörű művészek alkotásai, mint például az Ann-oltár, amelynek díszeit egy híres monzéi faragó művész készítette, valamint további mesterek, boltozatos freskói. Fontos tudnivaló, ha megszállunk az Albachtal valamely településén, akkor a szállásadótól az első éjszakai tartózkodás után kapunk egy Albachtal kártyát. Ezen kártyával igénybe vehetünk például városnéző túrát, hegyi vonatokat, múzeumokat, regionális buszokat, uszodákat és még sok mást.